Köszöntöm a nézőket! Mai adásunkban foglalkozunk a Prosperitáti Alapítvány legújabb kiírásaival, valamint arról is szó lesz, hogy kik lehetnek Szerbiában szervadományozók. Ezek mellett azzal is foglalkozunk, hogy miért jó a hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer. Többek között ezek a körkép témái, tartsanak velem! Újabb pályázati kört írt ki a Prosperitáti Alapítvány. Ezúttal 5 kiírás közül válogathatnak az érdeklődők. Támogatják például a földvásárlást, az idegenforgalmi fejlesztéseket és a vállalkozás indítást is. A pályázatok célja a szülőföldön maradás és boldogulás segítése. A második pályázati kör első kiírása a magánszállásadók, egyesületek, nem kormányzati szervezetek turisztikai fejlesztéseire vonatkozik. Célja a tartózkodási idő meghosszabbítása és a nemzetközi piacon elvárt kínálat kialakítása, mindez vissza nem térítendő támogatás folyósításával. A pályázat teljes keretösszege 50 millió dinár. Konkrétan ezekre a fejlesztésekre lehet pályázni. Szállás és étkeztetési kapacitások bővítése. Szálláshelyek infrastrukturális ellátottságának növelése. A vendéglátás turizmushoz kötődő infrastruktúra fejlesztése. Kényelmi eszközök beszerzése. A kötelező önrész mértéke a fejlesztés összértékének legkevesebb 20%-a. Az igényelt támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a 1,5 millió dinárt. Kényelmi eszközök beszerzése esetében a 800 000 dinárt. Pályázhatnak a Vajdaság területén lakcímmel rendelkező magánszállásadók, akik szerepelnek az illetékes önkormányzat hivatalos besorolásának jegyzékében, illetve a Vajdaság területén székhelyen rendelkező egyesületek és nem kormányzati szervezetek, melyek elnöke szerb és magyar állampolgár. A második pályázat a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására vonatkozik, vagyis úgynevezett startup támogatás. Célja a gazdasági tevékenységek erősítése, a foglalkoztatottság növelése, az életképes üzleti ötlettel rendelkező személyek komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében. Magában foglalja a tanácsadást, készségfejlesztést, képzést, mentorálást. Cél továbbá az élet- és piacképes, hosszú távon is fenntartható vállalkozások létrehozása és az önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése. A pályázat teljes keretösszege 30 millió dinár. A kiírás 2 komponensből áll. A nyertes pályázók először egy képzésen vesznek részt. Ennek sikeres elvégzését követően az ügyviteli folyamatot serkentő alapeszközök támogatására lehet pályázni. Önrész ebben az esetben nincs. A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg a 800 000 dinárt. A pályázónak szerb és magyar állampolgárnak kell lennie, és Vajdaság területén bejegyzett lakcímmel kell rendelkeznie. A pályázat benyújtási határidejéig nem töltheti be 40. életévét. Fontos feltétel továbbá, hogy szerepeljen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában Vajdaság területén, vagyis, hogy munkanélküli legyen, illetve vállalkozásának bejegyzése 2016. január 1-je után történjen meg, vagyis, hogy idén indított vállalkozásról legyen szó. A harmadik pályázat a kamattámogatás. Ez a vajdasági egyéni vállalkozók, mikro, kis és középvállalkozások gazdasági fejlődésének segítése és versenyképességük növelése kamattámogatás folyósítása által vissza nem térítendő támogatás formájában. Pályázni lehet a pályázó és valamely szerbiai vagy külföldi hitelintézmény között 2011. január 1-je után megkötött, legalább egy, legfeljebb 7 éves futamidejű fejlesztési célú hitelszerződések pályázat beadásának napjáig visszafizetett kamatrészének támogatására. A pályázó pozitív elbírálás esetén a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő 2 évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a foglalkoztatottak számát, és vállalja, hogy a megítélt támogatást a vállalkozás fejlesztésére fordítja. Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az 5 millió dinárt. A támogatás intenzitása a hitelszerződés kifizetett kamatrészének legfeljebb 80%-a. Pályázhat Vajdaság területén nyilvántartott székhelyen rendelkező egyéni vállalkozás vagy jogi személy, amelynek alapítója és vagy dolgozóinak jelentős része szerb és magyar állampolgár, illetve van vajdasági lakcíme.
Két mezőgazdasági pályázat is megjelent ebben a körben. Az első célja támogatási eszközök odaítélése vajdasági magyar mezőgazdasági termelőknek a nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására. A teljes keretösszeg 150 millió dinár. A támogatás a következő beruházásokra igényelhető. Gyümölcs és zöldség feldolgozására szolgáló felszerelés beszerzése. Ezek lehetnek hűtőházakhoz szükséges felszerelések, meleg és hideg feldolgozásra szolgáló felszerelések, például mosók, szeletelők, passzírozók, edények, csomagolók, továbbá szárítók. A pályázat vonatkozik még az olajnövények, szója, olajtök napraforgó feldolgozására szolgáló, valamint gyógy, fűszer és aromatikus növények feldolgozására használható felszerelések beszerzésére, szőlőfeldolgozására és bortárolására alkalmas felszerelés megvásárlására, valamint méhészeti termékek feldolgozására szolgáló eszközök és kaptárak beszerzésére. Az önrész legkevesebb 20%. A pályázatra a Vajdaság területén élő magyar és szerb állampolgársággal rendelkező egyéni, bejegyzett gazdálkodók jelentkezhetnek. A most megjelent utolsó pályázat földvásárlásra vonatkozik. A pályázat benyújtására a Vajdaság területén élő magyar és szerb állampolgársággal rendelkező egyéni, bejegyzett gazdálkodók jogosultak. A pályázat teljes keretösszege 250 millió dinár. Pályázni mezőgazdasági földek, szántók, legelőgyepek, gyümölcsösök, szőlők vásárlására lehet. A támogatás intenzitása az ingatlan hektáronkénti értékének 50%-áig terjedhet. A támogatás összege hektáronként nem haladhatja meg az 500 ezer dinárt. A támogatás összege maximum 2 millió dinár. A pályázati dokumentáció benyújtása május 4-én kezdődik. A határidő június 3-a. A jelentkezéseket a Prosperitáti Alapítvány területileg illetékes irodájába kell személyesen eljuttatni, megcímzett borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázat referencia számát. A részletekről a www.prosperitati.rs honlapon, illetve az alapítvány irodáiban kaphatnak bővebb információt az érdeklődők. Az önkéntes szervadományozók és a transzplantációs műtétek számát tekintve Szerbia az utolsó előtti helyet foglalja el Európában. Tavaly az országban 44 transzplantációt végeztek el, ami sokkal kevesebb, mint a korábbi években. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy Szerbiában 1 millió lakosra csupán 5 donor jut, miközben 10-re lenne szükség ahhoz, hogy ne legyen hosszú várólista. Európa nagyobb részén a feltételezett beleegyezés elve él, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tiltja meg még életében, akkor a szervei felhasználhatók a halála után. Szerbiában ezzel szemben nyilatkoznia kell a potenciális donornak arról, hogy agyhalál esetén felajánlja a szerveit. Mislim da svaki čovjek treba da pomogne drugom čovjeku nevolju, a posebno kad se dogodi takve situacije i nema spasa za neko lice, a može da pomogne drugim ljudima. Ja bih odmah potpisao pristupnicu. A još niste uradili? Nisam uradio, ali ću to sigurno uraditi. Volela bi da dam. Mislim da svako bi trebao da da tako nešto i da uzme tu donatorsku karticu i jednostavno da bi svako trebao da pomogne jednom životu u koji je ugrožen. Ne znam baš puno o tome, ali volio bi da znam, da se malo upoznam sa tim da vidim. A szemléletváltáshoz és a kézzelfogható eredményekhez lakossági felvilágosításra és több kampányra lenne szükség. Óbecsén az utóbbi időben megnőtt a donorok száma. Generalno u celoj našoj državi odziv je dosta slab. Tu smo bili svedoci jedne vrlo ružne statistike, gde mi zauzimamo kao zemlja pretposlednje mesto u Evropi. I što nije razlog da naši ljudi su škrti ili nehumani, nego jednostavno kampanja nam je dosta slaba i ljudi su neobavešteni. Znači, što se samog Bečeja tiče, mi smo tu negde na sredini. Imali smo nedavno baš poruku od strane biomedicine, to je, oni su zaduženi za transplantaciju u Srbiji, gde nam je rečeno, znači, da mi onako relativno dobro radimo naš posao što se tiče učešća u kampanji za postajanje donora i donorstva organa, da smo negde na sredini. Znači, ne možemo da se pohvalimo da smo odlični, ali nismo, daleko smo od najlošijeg. Mi ovde radimo po ovom novom programu od sredine 2013. godine i do 2015. do sredine imali smo negde 60 donora, što je vrlo malo. Međutim, unazad 6
meseci, mogu da se pohvalim da smo taj broj udvostručili. Znači sad imamo otprilike oko 120 donora u samom Bečeju, znači ne spominjemo opštine. Imamo, sad smo u situaciji da mogu da kažem da mesečno imamo par donora novih. A statisztikák szerint 20-szor nagyobb az esélye annak, hogy mi szorulunk mások szervére, mint annak, hogy mi válunk donorrá. Erre azonban ritkán gondolunk. Leginkább akkor, ha közeli hozzátartozónk vagy barátunk kerül életveszélybe. Valószínűleg olyan vagyok, mint az emberek nagy átlaga ilyen szempontból ebben a kérdésben, ugyanis úgy vélem, hogy nem gondolkodunk ilyen addig, amíg vagy minket személyesen, vagy legalább valami közelebbi hozzátartozónkat nem érint ilyen probléma. És hát ugye így jártam én is így többet magammal az elmúlt időszakban, ugyanis egy jó barátunk került olyan helyzetbe, hogy szívátültetéssel tudták csak megmenteni az életét. És ilyenkor természetesen ez a társaságban is másképp mozog már, mint a téma, és tényleg azelőtt megkockáztatom, hogy soha senkivel nem beszélgettem erről a témáról, és azóta pedig így a mi tudatunkba is ugye akarva akaratlan, de beágyazódott. És természetesen, mikor már megtörténik a baj, akkor mindenki egy kicsit elkezd róla másképp gondolkodni, és nem utolsó sorban eszébe jut az, hogy ez bármikor megtörténhet vele is. És talán ez az, ami mindenkit igazán megijeszt a dologban, hogy ez megváltoztatta az emberek véleményét, legalábbis így a mi köreinkben, én merem remélni, hogy sokakét. Ha Szerbiában 1 millió lakosra 5 helyet legalább 10 donor jutna, csatlakozhatna az Eurotranszplant alapítványhoz, amely közös várólistát működtet. Erre a szerv átültetésre váró szerbiai betegek is fölkerülhetnének. Prvo da kažem da je donacija organa pre svega jedan human čin i najviši stepen humanosti koji čovjek može da uradi. Ona je podržana od svih religija. Prvo to da kažem. Drugo, znači donor organa može biti svako bez obzira na uzrast. Ne može biti vlasnik donorske kartice, to samo mogu punoletna lica, znači, ali i maloletno lice može imati tu ideju da želi da donira organi, treba da obavesti svoju porodicu. Addig, amíg Szerbiában nem lép életbe a feltételezett beleegyezés elve, nekünk kell arról döntenünk, hogy szeretnénk-e a halálunk után donorok lenni. Ha úgy döntünk, hogy igen, akkor elmegyünk az orvosunkhoz, akitől kapunk egy donorkártyát. Ez a kártya, amelyen a címünk, a személyszámunk és az aláírásunk szerepel, akár 6 ember életét is megmentheti. Sokat lehet megtakarítani, amennyiben valaki a hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer beszerelése mellett dönt. A hagyományos tüzelőanyagok mellőzése és a teljesen természetbarát berendezés környezetvédelem szempontjából is előnyös. Van egy kompresszorunk, mint a minden hűtő szerkezetbe, szekrénybe, amely az egyik oldalon meleget termel, a másik oldalon hideget. Na most ez a hideg ne fagyjon meg, ezért hőkicserélőn keresztül a talajból kiveszünk tiszta vizet és visszaadunk tiszta vizet a természetnek. Magyarázza Szabadkai Kovács Lehel. Az energiatakarékos hűtés-fűtési rendszert több mint 30 évvel ezelőtt szerelte be. Elmondása szerint 4-5 év alatt megtérül a befektetés. Sokkal kényelmesebb télen a fűtés, nyáron pedig a hűtés. Nincsenek kályhák és fűtőtestek sem, mivel padlófűtésről és padlóhűtésről van szó, mondja Kovács Lehel. Szerintem az első 5 évben kifizetődött, azért mert a kezdeti befektetés, amikor papírra vetettük a dolgot, akkor annyit tett ki, mintha radiátorok lettek volna, klasszikus kazánnal. Tehát, mint mondtam, számításom szerint a villanyszámlákat összevetve a szén vagy a fának az árával körülbelül 5 év alatt visszafizetődött ez a befektetés. Egy ilyen energiatakarékos hűtés-fűtési rendszer beszerelése az épület nagyságától is függ. Egy átlagos nagyságú háznál egy ilyen rendszer beépítése 4-5 ezer euróba kerülhet. Palicsona az egyik idősek otthonában, amely 1600 négyzetméteres, egy nagyobb berendezést kellett beszerelni, amely több mint 15 ezer euróba került. Az intézmény igazgatója elmondta, hosszú távon megéri a befektetés. A villanyáram fogyasztása az annyira jó,
hogy tudom összehasonlítani, mert a szabadkai otthonban gázzal fűtünk, van ugye egy intézményünk Szabadkán, és ez a Palicsi. A szabadkai otthon körülbelül 600 négyzetméteres, a Palicsi pedig 1600 négyzetméteres, és a szabadkai otthonban a gázzal való fűtés többe kerül, mint itt az egész épületnek a fűtése, illetve az egész épületnek a villamos energiával való ellátása. Ez azt jelenti, hogy Szabadkán körülbelül 100 ezer a gázzal való fűtés havonta, itt pedig 100 ezer dinárba kerül az 1600 négyzetméter. A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős összegeket meg lehet takarítani a geotermikus hűtési és fűtési rendszerek használatával. A befektetett összeg rövid időn belül megtérülhet. Csantavéren sok gondot okoz a szemét, a hulladék lerakó egyre nagyobb területet foglal el. A felháborodott lakosok azt szeretnék, ha a földjeikről eltávolítanák a szemetet. Felháborodott emberek gyülekeznek a csantavéri szeméttelepnél. A helyi lakosok az évtizedek során felhalmozott hulladék miatt nem tudják megművelni a földjeiket. A környező települések lakosai napi rendszerességgel hordják ide a szemetet. A mögöttünk látható autóból éppen kiszállt egy férfi, aki eldobja a szemetet. Nem csak a környékbeli települések lakói hordják ide a hulladékot. Csantavér mellett Nagyfény, Györgyén, Újzsernik, Dusanovo és Visnyavád szemete is ide kerül. A helyi községnek a köztisztasági vállalatnak a munkása is, itt ezek a kék zacskók itt mutassák, hogy ide rakják le a szemetet. És ezzel ellen nem tudunk mit csinálni. A csantavéri Konvál köztisztasági közvállalat munkatársai csak azokra a földterületekre rakják le a hulladékot, amelyeket bérbe vettek, mondta Murényi Tibor, a közvállalat igazgatója. A tulajdonosok többsége azt szeretné, hogy a bérbevétel helyett a Konvál vásárolja meg a földjeiket. Azonban akadnak olyanok is, akik csak azt akarják, hogy eltakarítsák a szemetet a földjeikről. Vannak, akik már csak nem 20 éve nem tudják megművelni a földjeiket. Egyesek arról panaszkodtak, hogy a szemét még a földmegmunkáló gépekben is kárt tett. Egyes földekhez pedig már eljutni sem lehet, mivel a szemét beborítja az odavezető utat is. Én nem akarok másmilyen földet, csak olyan, amilyen a régi volt. Ott is volt völgy, meg ilyesmi, de nem volt szemét. És most én nekem ottan lent van még egy darab, ez 3 hold 3 vadrát, és nem bírunk oda lemenni, mert nem lehet lemenni ettől, és ez is az én földem. A termelők már évek óta földterületeik visszaszerzéséért harcolnak. Eddig eredménytelenül, hiszen csak bérleti díjat kapnak a csantavéri közvállalattól. Konvál köztisztasági vállalat a szeméttelepet megvásárolta, a földterületét, egy holdat, körülbelül így idáig. Ez a része, ez totál hivatalosan működik, meg minden. Ez innentől kezdve a Rencsár Ilonka néninek a földterületére is rá van pakolva a szemét, meg az én földterületemre is, meg közben most már a Dukainak a földterületére is szaporodik a szemét. A Konvál a csantavéri szemét eltakarítását végzi, és az anyagi kereteihez mérten igyekszik a hulladék többségét a szabadkai szeméttelepre szállítani. Nekünk is kötelezettségünk törvény szerint a csantavéren a háztartási szemetet, begyűjtött szemetet behordani a szabadkai szeméttelepre, ahol kiló után fizettetik meg nekünk. És csantavérnek és a Konválnak ez per pillanat nem kifizetődő. Ennek kapcsán mink fordultunk az illetékesekhez, a szabadkai önkormányzathoz, hogy hát segítsenek, nem a Konválnak, hanem a környező, a csantavérnek és a környező településnek, hogy ez az áldatlan állapot, amely most önök is látták a szeméttelep és környékén van, hogy szanáljuk. Hiszen ez a 150 ezer dinár most per pillanat hiányzik, hogy gépezetet tudjunk alkalmazni arra, hogy ezt a szeméttelepet összetúrja. Szabadka város építési igazgatósága minden évben pályázatot ír ki a szemét szállításra. A Konvál ebből a pénzből 6 helyi közösség közterületét tartja tisztán. Az összegből mindössze arra futja a vállalatnak, hogy évente egyszer el tudja takarítani a földeken lerakott illegális hulladékot. Az egyszeri eltakarítás közel 200 ezer dinárba kerül. Ezt a műveletet azonban akár évente 4-szer is el kellene végezni. Erre a közvállalatnak azonban nincs pénze, ezért kérelmével a szabadkai önkormányzathoz fordult. Most egy olyan helyzet van, hogy egyik ajtóról küldenek a másik ajtóra, hogy
ez miatt, meg az miatt, meg amaz miatt. Én ez a kérelem már több mint egy hónapja át van adva a Szabadka város fel irányába, sajnos konkrét válasz még nem jött, a szemét megszaporodik. A közvállalat munkatársai türelemre intik az érintetteket, amíg Szabadka város dönt a csantavéri hulladéklerakó ügyében. Mintegy 25 vállalat több mint 300 szabad munkahelyet kínált fel a topolyai állásbörzén. A legtöbb munkaadó Topolyáról érkezett, de szabadkai cégek is részt vettek a börzén. Főleg technikai személyek, villamossági, gépészmérnökök, de okleveles gyógyszerészek és varrónők jelentkezését is várták. Balázs Ev Mária munkanélküli. Pincérnőnek tanult, de sohasem dolgozott bejelentett munkásként. Szegényesen, de szezon munkába élünk. Dolgozgatunk privátilag. Jószágoknál, mit mondjak, nagyon nehéz így. Jószágot is tartani, van egy tehenem, egy bornyum, el kell tartani, férjem az dolgozik a bandi. Hát, most mit mondjak, túlságosan is. Hát nehéz, két gyereket fülneveltem apa nélkül, azt megmondom, a lányom beteg, úgyhogy nem könnyű nekem sem mindegy anyának. De most mit mondjak, szociális segédem vagyok. A munkanélküliség sokakat sújt, azonban a vállalkozók szerint gyakran nehezen találnak alkalmazható személyeket. Az egyik műszaki termékeket forgalmazó szervizelő topolyai cégben bolti eladókat keresnek. Mindenféleképpen a vevőkkel való kommunikáció, a vevők kiszolgálása az elsődleges feladata, valamint az áru úgymond átvétele, kirakása, ár, specifikációval való ellátása. Nem könnyű jó munkást találni, mivel úgy látjuk, hogy jelentős rész, vagy a fiatalok egy része úgymond külföldön keres munkát, külföldön keresi a boldogulását, és a fiatalabb korosztályból elég úgymond kevés a jelentkező. A vállalkozóknak és az állástalanoknak is szeretnének segíteni az illetékesek. Topolyán állásbörzét szervezett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat topolyai és kishegyesi részlege. A fiam miatt vagyok itt, ő befejezte 4 éve a közgazdaságit, munkát nem kap, úgyhogy mit mondjak még? Most jelen pillanatban kint van külföldön, és próbálkozik, de a haza hívja. A topolyaiak mellett szabadkai és zentai székhelyű cégek, illetve topolyai kirendeltséget működtető belgrádi vállalatok is jelen voltak az eseményen. Legnagyobb számban textilipari munkásokat kerestek. Hát varrónők után a legnagyobb, ahogy itt látom, az érdeklődés, valamint a technikai iskolát fejezett személyek iránt, de ugyanúgy munkát találhat általános iskolától egyetemet végzett személyig mindenki. Hát sajnos azt kell elmondani, hogy az általános iskolát fejezett személyekből van a legtöbb, tehát ők nehezen tudnak munkát találni, de itt van alkalom, hiszen a termelésben részt vehetnek, munkahelyi lehetőség kínálkozik számukra is, valamint átképzéseket, tanfolyamokat szervezünk, úgyhogy képezhetik magukat. A legkönnyebben a gépész és az elektrotechnikus személyek tudnak munkát találni, valamint a villamos és gépészmérnökök, a gyógyszerészek. Külföldi bázisú nagy cégek is jelen voltak a topolyai munkabörzén, az egyik fehér neműket gyártó cég 220 textilipari dolgozót keres. Jedno vreme su oni dosta angažovali privatne agencije, u posljednjih 2 godine okreću se, da tako kažem, javnoj službi za zapošljavanje, nacionalnoj službi za zapošljavanje, u konkretnoj slučaju filijali Subotica. Kompletna industrijska zona po različitim osnovama sarađuje sa nacionalnom službom u smislu i izbora i selekcije kandidata. Topolya községben az ipari zóna fejlesztésével és kedvező feltételek biztosításával szeretnék bevonzani a befektetőket, akik növelnék a foglalkoztatottságot. Ezen kívül az idei évtől különböző programokon keresztül 7 millió dinárral támogatják a munkanélküliség csökkentését. A helyi foglalkoztatási tervvel van meghatározva ez a 3 lehetőség. Az egyiket az idén vezettük be, ez az önfoglalkoztatásnak a támogatása, ezt mintegy 1 millió dinárral támogatja a helyi önkormányzat. Aztán a
következő, amit a programba befoglaltunk, az a közmunkaprogramnak a támogatása. Erre 4 millió dinár van elválasztva a községi költségvetésből, valamint még van egy harmadik, amire 3 millió dinárt látunk elő az idén. Ez pedig a szakmai gyakorlatoknak a támogatása. A szerb állam idén 16 milliárd dinárral támogatja a vállalkozók munkahely teremtését. Ideje je da se osnaži privatni sektor, a posebno da se podstaknu ljudi da otvaraju i razvijaju svoje poslove, pa da od preduzetnika jednog dana postanu mala, srednja ili ako bude sve u redu i velika preduzeća i da uposle veliki broj ljudi. A munkanélküliség országos szintű probléma. Szerbiában jelenleg 748.938 a bejegyzett állástalanok száma. Eddig tartott a mai körkép, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel, viszontlátásra!